Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények itt a Parallaxis Univerzum háttérműsorában. Ez itt a Parallaxis Extra, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Mai adásunkban még egyszer visszatérünk a Dünia univerzumához, amelyet egyre többen ismernek meg, hiszen a két új feldolgozása hát úgy néz ki, hogy sikeres lett. A mai de adásunkban a Dűne második részéről beszélgetünk, Kassa Magdonával, szia Magdi! Sziasztok! És Francia Rékával, szia Réka! Sziasztok! A mikrofonnál pedig Kubatovics Áront hallhatjátok. Szóval idén február legvégén bemutatták a hazai mozik is a 2021-es Dűne film folytatását, amelyet hát úgy hívnak, hogy Dűne második rész. És részben idehaza forgatták ezt is hat hívjam föl még a hallgatóink figyelmét arra, hogy spoileresek leszünk, gondolom én. Tehát, tehát azt javasoljuk, hogy csak azután hallgass meg ezt az adást, miután megnézted, vagy hogyha egyáltalán valami miatt egyáltalán nem akarod megnézni. Hogy tetszett nektek a film? Mi az első benyomásotok? Magdi, te sajtóvetítésen láttad ráadásul. Rékat pedig tegnap előtt. Ugye nem, múlt hét csütörtökön, szóval nagyon friss még az élmény. Friss, friss, igen, igen. Magdi, hogy, hogy jut az ember sajtóvetítéshez? Hát én szerkesztő vagyok a Galaktika magazinnál, úgyhogy meg a filmrovatot is vezetem, úgyhogy így. És akkor ezek szerint te oda már írtál egy recenziót? Nem, még ezután. Ezután fog. De keressétek majd. A következő számban már lesz. Na és mi, hogy tetszett a film? Mik a benyomásaid? Hogyha én úgy veszem ezt a filmet, hogy egy kicsit külön kell választani a könyvtől, és önmagában kell a filmet azt hiszem értelmezni, vagy hogy mondjam, tehát így ilyen kettős érzésem van vele kapcsolatban, engem lenyűgözött a film egyébként, tehát így tetszett, de vannak dolgok, amik teljesen át vannak formálva. <laughs> És ez úgy érzem, hogy ez nem annyira Herbert dűnéje, mint inkább Villeneuve dűnéje, de azért így a megvalósításban, a látványban, meg, meg sok van azért a Herbertől. Tehát én nem tudom igazán még mindig nem ülepedett le bennem, hogy melyik, melyik oldalra dőjek. Amellett, hogy egyébként, hogyha tényleg, hogyha azt nézzük, hogy tetszette a film, akkor azt mondom, hogy tetszett, igen. Egyébként olvastam egy interjút most nem olyan rég a Herbert fiával, aki ugye maga is ír a Dűne univerzumában, és ő részt vett a a forgatókönyvnek az írásában is, meg a filmnél segítkezett. Ő azt mondja, hogy a eddigi legjobb, sőt, azt hiszem, mintha úgy fogalmazott volna, hogy, hogy ez lesz a dűne adaptáció. Hát kíváncsi vagyok. Tehát, hogy én azt érzem, hogy egyébként a dűne egy olyan legenda, vagy egy olyan univerzum, amit mindig lehet még, még jobbá tenni, még, még mindig lehet újraértelmezni, és és egy kicsit ugye ahogy Vilnöv is csinált, egy picit modernizált a, a történetet, egy kicsit az ő szája szerint is formálta, de közben a monumentalitását azt azért megőrizte az egésznek. Tehát, hogy én azt érzem, hogy, tehát, hogy mindenki nézze meg, és akinek tetszik, az olvassa is. És Réka, neked öt nap alatt már leülepedett, vagy még nálad is fortyog benne? Is is. Egy kicsit úgy le is ülepedett, meg kicsit úgy forognak is bennem még a dolgok. Én ugye a könyveket nem olvastam, tehát nekem abszolút a film az, ami elsőként így szembe jött erről az egész univerzumról és, és történetről. És hát akarva-akaratlanul is így nyilván az első filmhez is valamennyire hasonlítottam a másodiknak az élményét, és nekem az első rész jobban tetszett, mint a második. El tudom képzelni, hogy azért is, mert akkor nagyon új volt még az élmény, és akkor nagyon erősen megmaradt bennem az, hogy micsoda hangulata van, mennyire jó az atmoszféra a zenével, a látványvilággal, mindent, tehát az nagyon lenyűgözött. A második rész igazából hozta ugyanezt a szintet, de egy kicsit azt éreztem, hogy nincs egy ilyen nyugvó pont, tehát folyamatosan epikus minden jelenet. Sőt, ilyen, kicsit ilyen western hangulatú is volt egy-két kép a Léribábbal, a, a hullámzott a szereplő köpenye a szélben, és ahogy ő távolodott a kamerától, ez egy kicsit ilyen, ilyen western film feelinget hozott nekem, és, és ez néha már így egy kicsit sok volt, tehát, hogy folyamatosan ez a szint ment. És, és, nem voltak nyugvópontok, nem voltak kiugróan izgalmas részek, vagy, 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 olyan jelenetek, ahol mondjuk a karakterisztika jobban előjött volna, hogy két karakter úgy nyugodtabban beszélgethetett volna témákról, és tehát ugye nagyon az epikusságra mentek rá. Én azt gondolom, hogy részben azért is, mert, mert a második rész az már nagyon a, a vallási, a spirituális irányba megy el, tehát, hogy, hogy ott már nagyon a, a, a profícia az, ami, ami képbe jön, és talán ezért is akarták ezt az egészet még epikusabbá tenni, mint, a, mint az első részt. Én is el fogom majd mondani, hogy nekem mi, hogy tetszett, de ez nagyon izgalmas, hogy te nem olvastad a könyvet, csak az első részt láttad. Neked volt olyan, amit amit nem tudtál követni, vagy ami úgy érzed, hogy, hogy hiányzik a második részből, vagy amit nagyon nem vartak el, vagy... Igen, igen, volt. volt az, ilyen? a rész, az a rész, amikor ugye elküldik Polt a sivatagba, hogy akkor menjen végig ezen a, ezen a homok sivatag részen, élje túl, aztán térjen vissza, ez is egy ilyen utolsó előtti kihívás volt talán pól számára és el is indult a sivatagba, akkor ugye Csáni követte, akkor az még ott kiderült, hogy akkor ő követte, és aztán úgy elvágták ezt a jelenetet, és a következőben már Paul ott harcol, vált, válvetve Csánival, Ugye az egyik ilyen fűszer termelőgép lábainál, és nekem ez nagyon nagy ugrás volt. Most akkor megfelelt? Nem felelt? Nyilván megfelelt, mert ott van, de hogy ez így ez nem volt úgy, úgy kifejtve. Tehát lehetett érezni itt ott ilyen, úgymond, vágásokat. Tehát nyilván tudja az ember, hogy ez egy regényből készült, ez egy regény adaptáció, tehát nem fér bele minden a filmbe, de azért mégis itt nagyon lehetett érezni. Ki is vágták Szufir Havatot, ezt az fél internet követeli, hogy hova tűnt a mentát. Magdi, nagyon bólogat. Hát van egy pár dolog még, amit igen-igen átformáltak azért a regényhez. Én egyébként a regényt olvastam csak nagyon régen, én most vettem elő újra a regényt. És Melyik verzióban vesz... van meg neked az eredetiben? Á, nem, ez a szukics féle kiadó. Igen, csak, az, csak, azért mondom, hogy mikor olvashattam utoljára a regényt, hogy van az elejében egy szeruzával írt bejegyzés, ami szerint a cifi pályázatra, amire be akarom adni a pályázatot, aznak 97, 7. hó án jár le a határideje. Hú, hát ez 27 évvel ezelőtt olvastad akkor ezek szerint a könyvet. Igen. Én azt hiszem, talán tavaly olvastam újra, vagy lehet, hogy már tavaly előtt, mert most ugye most már új év van, 24 van, de talán másfél-két éve olvastam, nem tudom, már sokkal gyere, egy egyére, ötögyére. Nekem nagyon tetszett a film, én az egyik unokaöcsémmel néztem. Mit kettővel néztem volna, hogyha a másik itt hol lenne Magyarországon, de ő külföldön tanul, úgyhogy vele most nem tudtam menni. Természetesen voltak beni hiányosságok, de engem az egész lenyűgözött, és azt hiszem, Persze, hogy, igen. hogy el fogom szánni magamat, és meg fogom nézni IMAX-ben. Én ott láttam. Érthető. Én, én, nem ott láttam, de megértem. Igen, valószínűleg ott is hatalmas élmény IMAX moziban. Azért a hang az, az zseniális, vagyis a, ugye a látvány is, meg a hang is nagyon lenyűgöz. Tehát, hogy aki, aki, tényleg nem moziba nézi, annak nem is lesz olyan hatása. Tehát ezt, mind, ezt mindenképpen moziba kell megnézni. Igen, igen, igen. És Magdi, szerinted a, a, ez a Denis Vilnő féle most már két rész tudja, oké, okay, 27 évvel olvastad, de emlékeid szerint tudja adni azt, amiről a regény szól. Szerintem igen. Tehát, hogy azért... Úgy, úgy is kérdezhetném, úgy is kérdezhetném, hogy Paul Muadib, ő egy pozitív hős, vagy egy negatív hős? Hmm. Hát ez egy jó kérdés. Réka, neked mi jött le most a második rész végére, hogy ő tisztán pozitív hős? Ne, ne, nem, nem, nem. Nem mondanám, hogy teljesen pozitív, de inkább azt mondanám, hogy emberi. Mármint olyan szempontból, hogy esendő. És nyilván ne felejtsük el, hogy tizenéves fiúról van szó, tehát nagyon-nagyon nehéz döntés súlya nehezedik a vállára. Tehát, hogy nem tudom, hogy így felnőtt fejjel is melyikünk tudna igazán jól dönteni ezekben a kérdésekben. Vagy hogy melyikünk mennyi ideig tépelődött volna a helyében, hogy most akkor elinduljon edélre, el vagy ne induljon edélre. Tehát um, én, én nem, nem gondolom, hogy kifejezetten akár rossz vagy negatív főhős lenne. Ez a fajta út, amit, amit Paul végigjár, ez a hősé válás útja, tehát Igen. az és nagyon sok történetnek a, a része, amikor valakinek Kvázi elrendeltetett a sorsa, és az elején küzd vele, hogy, hogy nem szeretné. Szóval így sejti a, a, a kimenetelét ennek a dolognak, és küzd ellene, és, és van egy pont, ahol mégis megadja magát, és beteljesíti ezt a dolgot. Ezt a, a csillagok háborújától a, a Harry potter mit tudom én, egy csomó olyan történet van, amiben ez, ez, ezt végigjárja a főhős. Igen, igen. Egyik sem olyan könnyű út azért, tehát se, és egyik hősnek se könnyű ez az útja, tehát ugye az önmarcangolás még eljut odáig, hogy akkor, akkor beleáll, és azt mondja, hogy mégis csinálja, és még akkor sem könnyű, amikor bevállalja az egészet, hogy akkor mégis csinálja. Szóval ez, és ez szerintem ez egyik ilyen alap történet ezek között. Nem tudom, hogy volt-e korábban, tehát hogy mihez nyúlt Herbert, mert annyira ennek nem olvastam utána, hogy 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 milyennek a pszichológiája. Valószínűleg mitológiákban is vannak ilyen a hős útja. Az elég korai történet lehet. Igazából, ami nekem még eszembe jutott, hogy talán az ő hős útja annyiban különlegesebb egy kicsit, hogy ő ugye általában a hős azért ágál a dolog ellen, mert mondjuk nem biztos benne, hogy ő képes megugrani azt, a, azt az, mondjuk, ha le kell győzni az ellenséget, hogy eléggé erőse, eléggé felkészült erre mentálisan polnál, viszont ugye az okozza a legnagyobb problémát, hogy ő tudja a jövőt, ismeri, Tudja, hogy ha tesz valamit, annak mi lesz a következménye, és hova fog kifutni. És ő ezért, e, emiatt tépelődik, mert ő nem akarja ezt a jövőt. Igen, sok mindent mondhatok. Van előképe, tehát Frank Herbert nyúlt egy műhöz, a T.A. Lawrence-nek a magyarul Arábiai Lawrence címmel filmesítették meg. Most nem itt be, mert nem készültem föl, de van ennek egy regénye, és ahhoz a, 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 abban a regényben lévő dramaturgiát használta föl föl ehhez, de egyébként nyilván a hős útja, ez egy valószínűleg az emberiséggel egy idős, több ezer éves toposz, hogy, hogy, ez, hogy ez, hogy néz ki a, a, mitológikus elbeszélésektől kezdve ez velünk él. Kézzétek, hogy én benne vagyok dűnecsoportokban, az egyik legnagyobb dűnecsoportban az, azon mentek egymásnak, sok mindennek egymásnak mennek a rajongók, Ez gondolom Star Trek rajongók is ugyanígy vannak ezzel, meg a csillagok háborúja rajongó is, tehát hogy ez így létezik, hogy, hogy itt nem egyértelműen Paul Mouadéb a, a pozitív hős, és még ilyen árnyalt vélemények nem nagyon hangzottak el, hát komment folyamokban ritkán szoktak árnyalt vélemények elhangzani, de azok, akik olvasták a regény folyamat, azok pontosan tudják, hogy, hogy egyrészt, ha belegondolunk, hogy Paul Atreides mit csinál, milyen döntéseket hoz, az egyetlen pozitív döntések, és el is bukik, ezen az úton, mert végül nem mer arra az útra rálépni, amit, a, amit látott a jövőbe, és a fia fog majd arra az útra rálépni, a, akit második létónak hívnak, és hát mondjuk akkor ezt nem spoilerezem el, de elég durva útra lép a, a fia mindezt annak érdekében, hogy az emberiséget megmentse. A, a nem, ezekben a könyvben még nem részletezett fenyegetéstől, ami az emberiséget éri, Szóval minden esetre nagyon sokan kiakadtak azon, hogy a végén az látszódik, hogy, hogy Paul Moedib hát már nem tisztán jó, hanem hoz megkérdő döntéseket, amiről beszéltetek, hogy hát e emberi esendő döntéseket hoz, mert nagyon durva döntések elé állítja őt az élet. És szerintetek jól formálta meg a színész? Szerintem az nem kérdés. Tehát, hogy ő nagyon jó nagyon jó választás, és én nem ismertem őt korábban, tehát az első résznél ismertem meg a színészt. De Azot, a... Azóta megnézted Vili Vonkával, Vili Vonka és egy Csoki Gyárban? Nem, de tervezem, mert láttam, hogy fönt van streamingen, úgyhogy majd megnézem. <gül> <gül> kíváncsi vagyok, hogy egy másik szerepben milyen lesz, de még nem láttam. Én a szólítsa neveden című filmben láttam őt, ugye ott is főszerepet játszik uh, Armi Hemmerrel. Ott is nagyon ügyes volt, látszott, hogy azért ott egy másabb jellemet játszik. Szerintem is itt nagyon jól hozta a szerepet. Nehéz egyébként egy hős karaktert úgy játszani, hogy ez ne legyen túl pátoszi, tehát hogy ez ne legyen túl sok, hogy ez ne legyen idegesítő egy pont után. És, és ő abszolút -e jól hozta ezt a karaktert. Nem éreztem egy percig sem azt, hogy irritáló lenne. Tehát tényleg hozta azt a kölyökös gyermeki ént egy darabig. Egy darabig. Ugye, hogy az elején, főleg az első részben kölyök, de hogy a második rész végére, tehát amikor fölsétel a lépcsőn és me megölél a harkon, nem bárod, szóval abban semmi kölyök nem volt már. Nem, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És ugye ott nem láttuk az arcát, pont, de de valahogy a testbeszédével is, meg mindennel kiállásával nagyon, nagyon jól hozta. Nagyon jó hozta azt a karaktert, aki megérkezett oda, hogy amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Tehát olyan férfi váérés ez megtörtént. Hát igen, a karakterfejlődés az, igen. az, nagyon nagyon benne van ebben a filmben. Ez egy nagyon pozitívum. És mi gondoltok a másik, hát nem tudom, hogy ő-e a másik főszereplő, minden esetre Csániról, azaz Zendajáról. Őt, őt, elég sokan nem kedvelik, de pont mielőtt elkezdtük volna a podcastadást, azt olvastam megint egy dűne mém csoportba, hogy azért van bajuk az embereknek a Csáni alakításával, mert egy erős nő, aki egyedül is tud dönteni, és nem szükséges a, a, egy férfi mellé, hogy döntsön. Szerintem ez nagyon maira lett véve ez a figura, mert azért az eredeti regényben Csáni az nem ilyen. Pont ezért, mert ő ilyen nagyon ellenkezőre lett véve. Egy dacosnak mondható. Dacosra, nem? igen, nagyon jó é. a szó. Dacosra lett véve, igen. Ugye a másik erős női karakter, sőt, Hát igazából hát a díja sok legerősebb nő, női karaktere az, a az, az, az Lady Jessica, Igen, tehát Igen. nem kérdés. És itt emiatt, hogy a, a, a Csáni ilyen dacos lett véve, egy ellentétbe is került egy kicsit a jessica és az az eredetibe nem így van. Tehát szerintem inkább az a bajuk a, a Csáni karakterével, hogy kicsit át lett formálva, de van hogy szerintem így modernizálta, egy modernebb női figurává tette szerintem a karaktert. És meg tudnád fogalmazni, hogy a könyvben miben volt más Csani karaktere a filmhez képest? Szerintem elfogadóbb volt sokkal. Igen, a, a csáni karaktere a könyvben, egyrészt ő a Lyatt a lánya, aki a filmben egy, egy fekete nő, de eredetileg az egy férfi, és ő neki a lánya, ugyan ő a szihajája a Paul Muadib-nak, azaz a, a szerelme, de a kezető fogva pontosan tudja, hogy ha Pólnak át kell venni a, a, birodalom kormányzását, és ő lesz a császár, akkor politikai házasságot kell kötni. Ez nem kérdés, és nincs benne ez a dacosság, ő ezt pontosan tudja. Nem örül neki, tehát nem arról van szó, hogy behódol, nagyon nem örül neki, de tudja, hogy ez a sorsa. Sőt, a Lady Jessica-val ez a közös sorsuk, mert a Lady Jessica, aki a Pól anyja, ő is csak egy ágyas volt. Ő, őt nem vette el feleségül a Pól apja, pont azért, hogy a, az Atreides ház körül mindig legyenek olyan más házak, akikkel esetleg kokettálni lehet, hogy ki, ki, kinek a lányát fogja majd elvenni. Hát ugye egy ilyen skifibe öltött feudalisztikus társadalomról van itt szó, tehát hogy ezek az érdekpolitikai házasságok ezek mennek. Szóval, hogy van benne egy ilyen nagyon izgalmas párhuzam is a Lady jessica és ez elég jól ö, végigvezeti az egész könyv. Szóval nincs benne ez a datosság. Az, hogy a végén faképnél hagyja, tehát mindenki más letérdel az utolsó jelenetben Paul és ő meg faképné hagyja, ilyen elő nem fordulhat a könyvben. És az is milyen érdekes, hogy ott, itt a filmben ez volt a fordulópont, hogy, hogy el kell vennie, ugye a császárnak a lányát, ugye Pól elveszi, és akkor ott szembesül csáni abban a jelenetben ezzel a hírrel, közben a könyvben meg ő ezzel végig tisztában van. Végig, szóval. ezt, ré, ezt, ezt régóta mm. tudjuk, hogy, hogy ez lesz, hogyha ha, ha megvívják ezt a csatát, akkor csak úgy lehet békét hozni, hogyha elveszi Irulánt, azaz a császár lányát, de soha nem fognak egy egy aludni. Tehát és ez ki is fejti rögtön az elején, ahogy találkoznak, hogy ez egy politikai érdekházasság. Hát, sőt, a, 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 regényt azt Irulán meséli. Vagy legalábbis hát igen, ő, igen már nem akartam belemondani, igen. A minden fejezet elején neki van egy ilyen odológia vagy egy ilyen kis idézete, vagy nem tudom. Kis idézet tulajdonképpen Irulán történésznek áll ebben az univerzumban, és nagyon-nagyon sok könyvet ír. Innen tudják sok ezer évvel később ezt az egész történetet, hogy itt mi zajlott. Mondjuk itt a filmben is narrágatott ő azért egy keveset. Egyszer-kétszer olyan esetekben, amikor időt ugrottunk, tehát ott például jól lehetett érezni, az tök jól működött, hogy ott volt egy ilyen kis összefoglaló rész, amit irulán a és akkor így az ember képbe is került, hogy mi történt az elmúlt időszakban. És ott nem volt zavaró egyáltalán, hogyha valami kimaradt. Nem ilyen. Hát igen, az első filmből hiányzik ez a rész, és így furcsa is volt, hogy nem hozták még be, de végül is most így így azt érzem, hogy ebbe a filmbe most ö, hoztak be új karaktereket, és jókor hozták be. Tehát, hogy annyira nem volt zavaró, hogy, a, hogy, ez a rész kimaradt. Sőt, hát ami nehézség szerintem ennél a történetnél, hogy, hogy nagyon sok ilyen belső történés van a szereplőknél, amit ugye a Anno Lynch ugye meg is úgy oldott meg, hogy ott a szereplőknek a gondolatait hallottuk a filmben. Itt meg, itt meg el kell játszaniuk, vagy, Valahogy másképp kell megoldani, hogy, hogy így rájöjjünk a, a, a belső motivációjukra a szereplőknek is, és azokat is egész jól megcsinálta. Most például az, hogy a Lady Jessica a, a, a meg nem született, még meg nem született gyerekével beszél tehát amikor a motivációit meg, meg, a történéseket el tudja ezzel mondani, ez, ez, nekem tetszett ez a rész például. Igen, ezt szépen megoldották, szerintem is nem esett abba a hibában, amiben David Lynch, hogy hát úgy oldja meg a, a az univerzum építését, hogy hát mindenkinek a, egyrészt halljuk a monológiát, meg mindenki narrál mindent, szóval, hogy ez ezt jól elkerülték. De már, ha már behoztát, vagy behoztuk, vagy be, szóval beszélgettünk a színészekről, én egy, egy, egy ilyen karaktere, még hadd kérdezzek rá direkt, Stilgar karakterére, aki szerint bármit csinál Paul muad az meg van írva, és az csak erősíti azt, hogy ő a kiválasztott. Ő a marketinges. Réka, téged, ez, igen, Réka, téged, ez, ez zavart-e vagy sem, mert ez elég sok könyvolvasót zavart. Kicsit, mint rajzfilmes, vagy karikatúra szerű lenne már, nem? Igen, engem nem zavart, hanem inkább, igen, egy kisé komikussá tette már egy idő után azt, hogy ő, hogy ő ennyire pátosra emeli Paul minden tettét, és, és mondom, egy, egy, pont után így megegyeztem barátnőmnek, akivel néztük a moziban, hogy ő a marketingese polnak, tehát, hogy ha valamilyen döntése megkérdőjelezhetőnek is tűnik, akkor ő gyorsan ott termett, és oh, úgy van, igen, így kellett tennie, ez az ő, az igen, ő a kiválasztott. Szóval, hogy, hogy ő, ő volt az, aki mindig erősítette tovább az emberekben ezt, a, ezt az érzést, ezt a hitet, hogy, hogy minden úgy van, ahogy megvan írva, és minden, minden amit pólt csinál, annak úgy kell lennie, és az, az majd jó lesz. nem volt idegesítő, bár értem azt, hogy másokat miért idegesített, mert hogy elkomoly tanítja ezt az egészet, de az a helyzet, hogy nekem eleve így szubjektív vélemény, de nekem eleve vannak fenntartásaim az ilyen vallásos dolgokkal számomra valahogy már-már a már kötelező eleme, ha bármilyen vallásos vagy spirituális kérdésről van szó, akkor kötelező elem az a, a, úgymond pap figura, aki terjeszti az igét, és erősíti az emberekben a hitet. Azért nagyon izgalmas, hogy ezt behoztad, hogy olyan a marketinges sőt, mondtad is, hogy, hogy a vallás részét hozza be, mert ez egy nagyon hangsúlyos rész a, nem csak az első könyvben, hanem az összes könyvön végigvonuló hangsúlyos rész, hogy Frank Herbert előre szeretettel beszél a vallásokról, az egyház szerepéről, és azokról a társadalmakról, akik hisznek a messiásban, vagy messianisztikus vezetőkben, vagy a karizmatikus vezetőkben. És itt azt látjuk, azt mutatja be Denis Villeneuve, hogy hogyan alakul át egy egyszerű lázadás, vagy akár bolygó felszabadítással, egy hogyan ölt vallásos köntöst, és utána söpör végig majd a harmadik részben az univerzumon. Erre, mert hogy már bejelentették a harmadik részt, hogy meg fogják csinálni. Tehát, hogy ezt ezt a marketing részét, ezt a fanatikus vallásosságot, ezt mutatja be Stilgar karaktere, és most nevetünk rajta, de hát majd meglátjuk, hogy a harmadik részben ezt uh, hogyan fogják kibontani. Te, te emlékszel erre hát, a könyvből? Egyszerre, ez egyszerre vicces, vicces, egyszerre vicces, és egyszerre ijesztő. Te, te, Magdi, te emlékszel erre a vonulatra a könyvből? Erre a vallásos vonulatra? Igen, igen igazából itt té tényleg humorosra, humorosra lett véve itt-ott, és nekem azért volt humoros, mert én nagyon szeretem a Brian életét, és nekem annyira idéztem. <laughs> igen, adat, igen, hogy... igen, és, ab, és, nem véletlenül, hogy a mémek is megtalálták ezt, mert én már ott a film közben ezt mondtam, hogy ez a Brian életéből van. Tehát amikor azt mondja, hogy, 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 hogy ő a messiás, és akkor mondják, Szilgára többiek, hogy hát már az előzőnél is ezt mondta, tehát nyitani. És a Brian életében meg azt mondja, hogy tudom, hogy te vagy az igazi messiás, követtem már egy párat. Tehát, hogy igen. kb. ezeket a mondatokat vissza lehetett, vagy meg hogy, hogy, mert hogy azt mondja, hogy nem ő a messiás, csak az igazi messiás tagadja, hogy ő aztán biztos, hogy Igen, ő igen, az. Igen, hát, igen, mit Mondhatsz amilyen, egy messiásnak lennie kell. Igen, igen, szóla, mert, szóla, így... igen, nagyon érdekes ez, hogy ilyen apró hangsúlyokat rak a rendező, tehát az egész története nem változtat, de ilyen néhány hangsúlyon módosít. Én azt gondolom, hogy bár humorossá tette ezt a részét, én ezt annyira nem tartom itt hibának, mert szerintem ennek a filmnek annyira monumentális, és annyira drámai, és annyira... Nehéz néha, hogy hogy nem baj, hogyha vannak benne ilyen picik is oldások, ami, ami nem baj, hogyha egy picit felnevetnek rajta a nézők, mert mert, mert, mert például pont az, amikor az 1984-es dűnét beszéltük ki, akkor pont arról beszéltünk, hogy nincs is benne, humor. De abban nincs humor. Illetve hát abba egy, egy, egyetlen egy a hangnak a használatánál van egy ilyen kis humoros dolog, de szóval nem ilyen kifejezetten. Az, amikor mond egy rá a kőre. De egyébként amúgy nincsen. És ebben meg szerintem ez, ez színesítette inkább a történetet, nem nem okozott nekem akkora problémát, hogy egy picit humorosabb. Meg ne felejtsük el, hogy ugye a vallásról ö, szól, itt nagyon erősen ez az egész Herbert is ezt a kérdéskört járta körül, magát a vallást, is erről nem lehet úgy beszélni, hogy nem mutatnánk be ennek már a komikus szélsőségeit, ugyanúgy, ahogy a nagyon ijesztő szélsőségeit, mert ennek nagyon sok arca van ennek a jelenségnek. Hát meg igazából egyébként a Brian élete is egy, egy, kritika Igen. ott a, ez a része, tehát hogy ugyan humorosan van ott jobban megfogalmazva, de, de ugyanígy, tulajdonképpen ugyanazt kritizálja, vagy ugyanazt a, a fanatikusságot, meg a, a vak, vak hitet azt figurázza ki, és azt tulajdonképpen ebben tényleg van párhuzama a két történetben, hogyha csak ennyi. Magdi, te azt, azt a kifejezést mondtad, hogy monumentalista, vagy monumentalizmus, Réka, te pedig az epikus, meg pátoszi. Epikus, Igen. epikus meg pátoszi, és mindenképpen ide tartozik az akkor a helyszínek, meg a díszleteknek, meg, a, meg a, a bolygóknak a megjelenítése, a fekete-fehér nem bolygó. Uh, hát az nagyon jó húzás volt, hogy fekete-fehérre tették. Igen. Tehát az nagyon-nagyon az jellemezte azt az egész dolgot. Tehát ez az érdekes, hogy egy mai filmben ezt így elő venni a fekete-fehér dolgokat. Ezt azért mondom, mert nekem uh, vannak ilyen fiatal barátaim, és mikor egyszer... Uh, valami kapcsán elkezdtünk beszélgetni a filmekről, és akkor mutattam nekik egy filmet, és mondták, hogy de hát ez fekete-fehér. <laughs> és így mondtam, hogy hát régen a tévék is azok voltak, tehát mi úgy néztük még annó az adásokat, hogy minden fekete-fehér volt, és így nem tudják elképzelni. És hogy ma már ennek egy, egy, egy külön hatása van annak, hogy fekete-fehérben mutatunk valamit. És egyébként például azért ezt használták már korábban is, mert mondjuk a csalók háborújában is használják, mert a birodalom is ilyen fekete-fehér, ugye fekete a dátvéder fehérek, a, a rohamosztagosok, minden szürke, a felkelők meg mind színesek, meg, meg, meg ugye a, a ilyen hogy is mondjak, szóval ilyen, ilyen uniformizált a fekete-fehér világ, és egy kicsit itt is a, én úgy érzem, hogy a Harkananeknél is ilyen, ilyen a, a, a katonaiságot, az egyformaságot azt, azt mutatja ez a fekete-fehér, hogy nincsen színes, nincsen, nincsen egyedi, nincsen egyén, hanem csak, csak ez a, ez a hömpöögőtömeg van. Meg nekem kicsit ö, olyan ridegé és idegenné is rideg, teszi még igen. inkább a Hárkonneneket. Tehát ö, attól, hogy kivesszük a színeket, kiveszünk belőlük minden szépet, minden jót, minden kellemeset, hanem tényleg kifejezetten ridegé, érzelemmentessé teszi az egész népet számunkra. Tehát ezt, ezt, az, ezt hangsúlyozza ki még jobban. A rendező beszélt arról, hogy hogyan jutottak erre a döntésre, hogy legyen fekete-fehér a Harkonnen bolygó. Ugyanis nem a, nem, nem a, a mi filmünkben fekete-fehér, hanem ez egy fekete-fehér bolygó. És azt találták ki, minden nap életünkben tudjuk, hogy a, hogy a fény hozza elő a színeket. Nem akarok nagyon hülyeséget mondani, majd legfeljebb jön a mikros, és, és azt mondja, hogy butaságot mondtam, de valami olyasmi van, hogy a fénynek a, 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 a frekvencia sávjai ahogy ráesnek az egyes felületekre, attól függően, hogy mit ver vissza, attól függően látjuk a színeket. Tehát valami ilyesmi van. És azt találták ki a forgatókönyvűrő meg a rendező, hogy itt egy olyan napjuk van, itt a Harkonnen bolygó körül, ami nem megmutatja a színeket, hanem elnyeleti a színeket. Tehát, hogy ami nyilván fizikailag ez nem létezik, de most ez mindegy, science fictionben ez is baromi jól néz ki. Egyébként az érdekes, hogy a Harkonneneket is egy picit másképp értelmezték. Lehet, hogy azért is, hogy legyenek ilyen fekete-fehérek, hogy a kupasság az, az, itt jött be ebbe a filmbe, mert ugye a Harkonnenek, a jól emlékszem, hajúak eredetileg. Így van, vörösök, így van, igen. És az meg viszont egy nagyon erős szín lenne, és inkább kopasztát tették őket, is ezzel, és ezzel is könnyebben ki, ki, lehetett emelni ezt a fekete-fehér vonulatot. Egyébként nekem még ami film eszembe jutott a fekete-fehér kapcsán, meg, aki, meg ami ezzel játszott, az a Szín City. Nem tudom, hogy láttátok-e, de ott Egyébként. kifejezetten erős ez a vonulat, hogy akkor ezekkel a színekkel, meg fekete-fehér, meg hogy csak valami ö, színes, és minden más fekete-fehér, a, a lánynak a szeme kék csak, és minden más fekete-fehér, tehát hogy azzal kifejezetten kiemelni akartak az egy-egy oda tett színnel, Úgyhogy az nekem az, az az, ami beugrott erről. Igen, manapság is ezért készülnek fekete-fehér filmek, de jó részt a művészfilmes vagy arthouse filmek esetében készülnek ilyenek. Szerintem mainstream blockbuster filmekben nem igazán szoktak fekete-fehér részeket belerakni. Én emlékeim szerint egy pár hónap ezelőtt láttam a Magbet új verzióját, végig fekete-fehér, eszméletlenül jól néz ki. Órási színészek vannak benne, tehát Denzel washington keze mindenki. Azt is fekete férbe forgatták, de hát az nem egy, tehát nem arra készült, hogy sok százmillió dollárt termeljen világviszonylatban, ahogy ezt megtette most már a Düne 2. Azt, ha jól értelmezem, mind a hárman szeretjük ezt a, ezt a második részt, de azért volt-e olyan, ami, ami nem tetszett nekünk, vagy hibának tartjuk? Nektek volt-e ilyen? Nekem egy kicsit az időértelmezése az az nekem kicsit dőtszem. Az is, amit kiemelt Réka, tehát amik a sivatagban van Pól, de itt nem születik meg a Pólnak a húga, ami a regénybe azért fontos dolog, hogy megszületik. Bár itt lehet, én meg ezt olvastam, hogy így lehet, hogy azért gondolták, hogy nem, mert nehéz lett volna igazán jól ábrázolni, mert ő egy ilyen felnőtt tudatával születik meg ugye az életvize miatt, és, és amúgy meggyerek. Vagy sehát ilyen... Tehát ezt nehéz szerintem jól ábrázolni. Hát, és... hát igen, mondjuk azt, azt megmutatni óriás vásznon, hogy egy négy éves kislány oda megy a Harkonnen báróhoz, és hidegvírrel leszúrja. Nem tudom, hogy ez mennyire... Igen. Ezt, ezt, igen, ezt azért egy, valószínűleg nem véletlenül írták így át. Itt meg Azért nehéz ez, mert ugye nem születik meg, tehát kilenc hónapon belül történik a történet, viszont Polnak az útja, az meg sokkal hosszabb ennél, és, és így lerövidül az, a, az az út, amíg ő fejlődik, és így túl gyorsnak tűnik néha ez a, a, a lépések. Kicsit olyan, mintha klippeket raknánk egymás után, de pont ezért, mert, mert ez az időszak, muszáj kilenc hónapon belül legyen, vagy pedig az van átértelmezve, hogy nem kilenc hónapi hordja ki a gyerekét, lehet, tehát így ki tudja, hogy ezt itt hogy értelmezték, így nekem ez volt furcsa, hogy, hogy az időben nekem nem stimmel valahogy így a sztori. De mondjam, ezen végül is túl tudok lépni, mert maga a történet, az meg azért úgy visz magával, és így sodor, és... Hát meg a vége. Tehát én nem tudom, tényleg ezek után hogy fogják majd a következő részt kezdeni. Tehát, hogy egy kicsit más a, a vége a történetnek itt. A csánira gondolok igazából. Tehát, hogy hogyan folytatják majd ezt így tovább. De hát végül lehet átértelmezni dolgokat, és akkor lehet, hogy a következőben ezt a vonulatot folytatják tovább, úgyhogy talán lehet, hogy ezzel adnak egy nagyobb teret a Csáninak. Lehet, hogy ezért. Nekem igazából ugye a leghangsúlyosabban talán az, amit az elején is említettem, hogy minden jelenet nagyon epikus akar lenni, és emiatt számomra ellaposodott. Tehát, hogy amellett, hogy tetszett egyébként tényleg a második rész is, de ettől egy kicsit ellaposodott már ez a sok epikus dolog, annyira túltöltöttem vele. Tehát, hogy, hogy nem nem tudott annyira lenyűgözni, mint az első rész, ott azért az cselekményében sűrűbbnek éreztem, tehát így visszaemlékezve bevallom, hogy azóta még nem néztem újra az első részt, ezért így a régi benyomásaimra tudok csak hagyatkozni, de hát ugye ott történik, hogy az átreideszeket kiírtják, stb., hogy neked ugye eleve pólék ugye az árakiszra kerülnek, és akkor ahogyan kiírtják őket, nagyon tetszett az ötlet azzal, a, amit el kell harapnia, létónak, ugye, amit a szájába vesz ilyen méreg, nagyon tetszett annak az ötlete. Tehát az egész olyan nagyon tényleg izgalmas volt, és olyan kalandos volt. És ugye ennek a második résznek meg nyilván ez a, ez a funkciója, meg feladata, hogy akkor inkább, inkább spirituális legyen, inkább a valláson szóljon, inkább a proféciáról szóljon, minden minden erről szól, és, és, valahogy ezt szolgálták valószínűleg ezek a képi beállítások, ezek a, amit mint mondtam, ugye ilyen westernes feelingű jelenetek és képsorok, és, és, emiatt tehát tényleg úgy, úgy kisült bennem ez az epikusság érzés, és, és ellaposodott. Viszont azt, azt még gyorsan hozzátenném, hogy, hogy a látványvilág kapcsán engem néha még ezeket a 80-as, 90-es évek skifi magazinjainak, a, a, vagy, vagy könyvborítóinak az, elő, a, a, az illusztrációját is eszembe juttatta egy-két kép. Tehát az a nagyon letisztult, egy-két távoli bolygóval a háttérben, de valami nagyon sima felületű épület, és akkor, tehát ez, ez, nekem nagyon ezt, ezt a világot idézte még vissza. Ez, ez egyébként szintén nagyon-nagyon tetszett. A zene most nem volt annyira mászó nekem, mint az első részben. A, a soundtrack-jét, tehát hogy a, a filmzenéjét azt én többször újra hallgattam az első résznek, azóta is imádom. Ebben a második részben annyira nem, nem jegyeztem meg így a dallamokat, vagy a, vagy a hangszerelést. Nagyon hasonló volt az előzőhöz nyilván, de annyira nem volt nekem megkapó, mint az elsőben. Nekem a látványvilág egyébként azért is tetszett, vagy ahogy ahogy Vilnőv ezt használja, hogy olyan, mint amikor a... a nekem a Szárnyasájvadász 2049 is nagyon tetszik, és annak is nagyon jellemző része a környezet, és itt is azt így nagyon-nagyon jól elérték, hogy a környezet jellemezze magát a történetet, és a képek... És igazad van, hogy illusztráció szinten megvannak a képek, tehát hogy olyanok a képei, hogy akár kiraknám poszterbe bármelyik Igen. képet, ami ott megjelenik, nagyon jól megvannak komponálva, tehát hogy látszik, hogy, hogy nagyon részletesen ki találva, hogy az hogy nézzen ki. Mondjuk nekem az, ami egyedül, de most már annyira megszoktam, hogy most az első résznél volt csak a, a férgeknek a kinézete, az, ami egy kicsit így furcsa volt, mert nekem valahogy az viszont jobban tetszett a 84-es dűnében a, a a kinézete, nem tudom miért. Apropó férgek, nekem például ez sem volt tiszta, és a barátnőmnek kellett elmagyaráznia. Ö, ugye egyik pillanatban azt látom, hogy, hogy éppen készülnek egy férget meglovagolni, és akkor a következőben meg már azt, hogy így a fél népességet rápakolták a féreg hátára, és ugye nekem ez nem jött át, ez a könyvből derül ki, hogy ők meg is tudják állítani a férget, és le tudják úgy parkoltatni, hogy akkor mindenki szépen fel tudjon rá szállni, meg ilyesmi, és ez, ez például nekem nagyon furcsa volt, hogy így, hogy feldobálták őket gyorsan így menet közben, vagy felugráltak, vagy de hát közben meg Polnak az anyja, Jessica, ugye terhes, tehát nem ugrálhat föl csak úgy, hogy akkor ő most le... nem, nem tudom, szóval, hogy ott egy kicsit úgy még elgondolkodóba estem, hogy ez mégis hogy sikerült, meg hogy történt. Figyelj, igen, egy csomó ilyen dolog. Nyilván a könyben van benne, igen. hogy ezek a kampók azért kellenek, mert kinyitja a szelvényeket, és hogyha kinyitja a szelvényeket, akkor kénytelen a féreg úgy hengerődni, hogy az a legtetején legyenek, ezek a kinyílt ö, ö, részei a, a testéből, hogy ne kerüljön bele homok, és akkor így tudja irányítani jobbra menjen, balra menjen, megállítja, stb. De a könyben. Elég sok szó van arról, hogy mondjuk 40 dobolónyi az út délre, és ott szokták kihordani a gyerekeket, és ott vannak a nők, meg, a, meg az idősek távolra küldve, oda küldik el a, a Pólnak az anyját is, hogy majd ott szülje meg a, a hugát, vagy oda küldi le, spoiler, spoiler, Csánit, mert Csáni igazából a könyvben terhes lesz, és megszüli az első szülöttjét a Pólnak, csak egy harkonnen különít, mi rajtuk üt, és így hal meg első létó, és ezért lesz az a, az a, később a császár, aki a második létó lesz, azért másodiknak hívják, mert már volt egyszer egy, egy, uh -huh. uh -huh. egy, egy, egy öccse, akit meggyilkoltak a harkonnenek, a, miközben zajlott négy és fél vagy öt éven keresztül maga a polgárháború, ami ugye ahogy mondta Magdi, hát egy 7-8 hónap alatt lezavarták. Erről nyilatkozott a rendező, hogy igen, ott ők sűrítettek szándékosan, nem akarták, hogy elhúzódjon 4-5 évig, mert akkor az dramaturgailag is sokkal hosszabb ideig kellett volna bemutatni, és őszintén szóval nekem nem is az a bajom, hogy itt sűrítettek, hanem az eleje volt szerintem a keletén egy kicsit lassabb. De uh -huh. ez csak Igen. Ez csak az én érzésem. Nem biztos, hogy mindenki így gondolja. Nekem minthogyha túl sok lett volna a, a, értsétek jól, vagy értsék a ha hallgatók jól, a vekengés. Tehát persze kell a karaktert kibontani, meg kell bemutatni, hogy ő, hogy ő nem akarja azt a döntést meghozni, hogy akkor ő világok kiírtója legyen, és császár legyen, és stb. Ha tíz percet abból kivágnak, és helyette 10 percet többet mutatnak abból, hogy zajlik a polgárháború, és hogyan támadják folyamatosan a harkonneneknek a, a csapatait, és szorítják vissza őket a, a főváros köré. Szóval szerintem az, az lehet, hogy dramaturgiai jobb lett volna, de hát nem én vagyok a rendező, és nyilván nem tudtam volna megcsinálni. És emiatt az se fért bele, és ezért én ezt sem értettem, Elnézést a neveket már nem annyira tudom, de ugye Harkonneneknek így a katonai vezetője ugye nagyon bénázott abban, hogy előkerítse a Fremeneknek a bázisait, és őket így előkergesse, és, és felszámolja. Utána jött a, ez a kicsit ilyen szociopata figura. Fejdrausa? Igen, ő. És akkor ő meg úgy tűnt a filmből, mint hogy így se megoldotta. Tehát csak kicsit úgy oda kellett lépni. Ez a filmben annyira nekem nem jött át, hogy akkor az előzőnek miért miért volt ez olyan nehézkes, míg, míg ő meg oda lépett, hogy akkor nem tudom, valahogy gondolom én kínzással kiszedte az információkat a, a fremenekből. Tehát, hogy ezt, ezt eddig is meg lehetett volna tenni, ez nem egy akkora asszizdasz. E, teljesen igazad van, ez a könyvben nem pont így van, nem is olyan fontos, hogy szóval, hogy ez, ez a film dramat miatt, miatt lett, ez. lett ez így, de hát itt a filmben az sincs benne, hogy oké, okay, itt van ez a Fenring bárónő, vagy bocsánat, grófnő, aki ugye közösül egyszer a fejdrauszával, mert hogy kell, kell a vérvonal, meg ilyenek, de hogy azért a könyvben, és akkor ok, egy picit erre rá akarok térni a kvizátsz haderakra, szóval hogy a könyvben azért az elég jó meg van magyarázva, hogy a Fenring gróf, ő is egy potenciális kvizátsz haderach lett volna, de nem jött össze, az volt a nagy terve a Bene hogy lányt kellett volna hogy ugye szülnie Lady Jessica-nak, ehelyett fiút szült, így lett Paul Atreides, és hogyha a lány szül, akkor az a lány fog majd összejönni fejdrauszával, és abból fog megszületni a több ezer éves mű, azaz a Kvizác Haderach. Ezek így nem nagyon vannak benne, de mondjuk a 84-es filmben az benne van, hogy egy pillanatra egymásra néz a Ferring Gróf és a Paul Moadibb a film leges legvégén, és ott ez a könyvben elég hosszal van, hogy ott ők pontosan tudják egymásról, hogy az egyik egy, egy, egy meg nem valósult Kvizetsz ez a Ferry Grove, és a Paul Moadibb pedig egy idő előtt megjött Kvizetsz Haderach. És akkor kérdezlek téged, Rék, hogy te tudod, hogy mi a Kvizetsz Haderach? Kiderült -e ebből a második részből? Igazából... Exactly. Én, én számomra annyi maradt meg, hogy ő neki nagyon sokféle neve van ennek a hős figurának, <laughs> <laughs> és persze lehet, hogy, hogy nem, nem pontos ez a kép, de, de, de leginkább így csapódott le de egyébként az viszont számomra egyértelmű volt, hogy a gróf is egy ilyen vizelc haderák akart lenni, mert beszélgetnek erről, csak hogy ugye meg is jegyzi az Irulán hercegnő, hogy ez egy szociopata, és hogy, és hogy, nem lehet bízni benne, és hogy nagyon-nagyon vad valaki, és nem igazán lehet irányítani, és azért küldik oda azt a... Nem, 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 bocs, bocs, hogy szólok, az a Fejdrausza, így a van, fej, fej, a, fej... fej a fej, az, bocsán, a fej, szociopata. Rossz, ilyen, hogy ő nem kvizetsz haderák, tehát ő, ő, lett volna az apja a igen, 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 igen. Aha, értem, értem. A Ferry Gróf ebben a filmben nem volt benne, csak a felesége, a Grófné volt benne. Holott a, a könyvben hangsúlyos szereplők mindketten, elég sok fejezetük van, kvázi összeesküvők, de úgy, hogy a császárnak a nagykövete, de azért kavar a harkonneneknél, szóval egy ilyen, egy ilyen fura politikus diplomata karakter a, 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 ez, ez a Ferry Gróf és a Ferry Grófné. Ah, értem, értem. Jó, így már világos. <laughs> Igen. Igen, szóval, hogy ez, ezek nincsen benne a küzetszaderek, az benne volt a filmben, hogy a nők, ha képességesek, és megisszák az életvizét, és át tudják transformálni, nem pedig belehalnak, akkor egyrészt hozzájutnak az összes korábbi nő, aki a vérvonalukban volt visszafelé, minden emlékéhez, tudásához, konkrétan beszélni tudnak velük, tehát oda tudnak nyílni, mint egy ilyen cloudba, és tudnak beszélgetni a régmúlt felmenőkkel, de erre a férfiak képtelenek, a Kvizet lett lesz az első, aki ezt, vagy az egyetlen, aki ezt meg tudja csinálni, és akkor ő fogja az emberiséget, ez így nincs benne, de tulajdonképpen megváltani. Tehát ez egy Jézusi figura, vagy legalábbis egy ilyen emberiséget megváltó, vagy új utakra vivő figura, ezt akarja elérni a Bene Gesserit. Egyébként, amikor megiszta Paul az életvizét, vagy, a, vagy akár Jessica az életvizét, akkor én, én érzékeltem azért egy élesebb változást a, a karakterükben, a személyiségükben. És valahol logikus is, hogyha ennyi minden rátszakadt hirtelen, ennyi emlék, ennyi fájdalom, ennyi tudás, akarva akaratlanul is megváltozol, nem tudsz ugyanolyan ártatlan lenni, úgymond, mint, mint, mint előtte. És ez például egy éles, éles váltás volt. Ezt, ezt érzékeltem abszolút. És nem annyira tetszett egyébként, amilyen irányba változtak. Nekem kevésbé lett szimpatikus Jessica is, meg, meg Paul is, de nyilván Jessica igazából csak azért, mert, mert ott már nagyon elment vallási fanatikusba, és ott már tényleg nagyon az volt a fejében, hogy neki a fiát oda kell juttatni ahova, és ezért nem volt szimpatikus már. Igen, hát spoiler alert, a regény sorozat harmadik részében, a felnőtt Aliát követjük többek között, aki ugye már rögtön öntudatra ébredt, felnőtt öntudatra ébredt, miközben magzat volt az anyja hasában, úgyhogy az összes korábbi női felmenőjét is megismerte, tehát mindent tudott. Hát nem, nem tett neki jót, finoman fogalmazok. Nagyon nem tett neki jót. Mert megérte. Ő, ő neki egyébként a beceneve a Késes Szent Alia szóval ezekért lehet szeretni ezt az univerzumot, hogy ilyen, ilyen fantázia neveket így belerak az író. Így, hogy a vége felé, beszéltünk a zenéről, meg esetleges rossz hibákról, én most egy dolgot mindenképpen kiemelnék, az mostani film ugyan Oscar díjat nem nyert, sőt nem is jelölték, ha jól láttam, de muszáj megemlítenem, hogy azután, hogy 2021-ben egy magyar berendező nyerte meg az Oscar díjat, ma reggel, tehát a felvételünk reggelén Kapta meg egy újabb magyar berendező, nem a Dűne 2 hanem a. Na most gyorsan puskázok, a Szegény Párák című filmért Miha Zsuzsa kapta meg az oscar díjat. De jó, de jó, ez nagyon szuper. Úgyhogy hát tényleg úgy érzem, hogy a magyar berendezők azok átvették a világuralmat, a magyar berendezőnők, és szerintem nagyon jól tették. Úgyhogy hát, ha véletlenül hallja, innen is és neki, és nagyon jó ez. Bejelentették a harmadik részt. Dünnes Mit vártok tőle? Tudván az, hogy hogyan változik a karakterek, hogyan változtak a karakterek itt a második részben. Én azt gondolom, hogy tovább fogják fejteni a legfőbb erőségét, leghangsúlyosabb témáját, tehát ezt a vallási vonalat, mert pont ezen tanakodtam, hogy mi más foghatna össze ennyi népet és világokat, mint a vallás. Tehát bármilyen politikai irányzatban elindul valaki, vagy bármilyen nemzetnek az ászlaja alatt elindul valaki, hogy most ő, ő akkor vezetne másokat, és megnyerne az ügyének, nem biztos, hogy meg tudná nyerni az ügyének. De ha egy vallási figuráról van szó, a hitről van szó, egy hős-hős alakról van szó, akit természetfeletti is támogat, az, az alá már lehet, hogy több nép összeáll, egy egész világ összeáll, vagy több világ összeáll, odaáll és követi. Úgyhogy én ezt, ezt várom, hogy ezt fogják tovább, tovább gördíteni. Szerintem nem csak így a vallás, hanem ideológia tudja. Ideológia, mm -hmm. igen. Tehát, hogy így egy tágabb értelmet, hogyha veszünk neki. Én az első részt úgy néztem meg, hogy nem tudtam, hogy nem lesz vége. Tehát, hogy azt hittem, hogy ugyanúgy, ahogy a 84-es dűne majd így valahogy felüledi. Aztán így a film felénél így néztem az órámat, hogy <laughs> esélytelen, hogy eljussunk a végéig. És akkor már így láttam, hogy hát, biztos, hogy lesz második rész, mert lehetetlen és uh, már így a második részt azt már így kezdtem el nézni, hogy akkor meglátjuk. Én valahogy hogy egyébként éreztem, hogy, hogy ennek, hogy ez muszáj, hogy trilógia legyen, tehát, hogy ez, ezt nem fogják abba hagyni. És a, a második résznek már a végén én úgy álltam, hogy akkor harmadik rész biztos, hogy lesz, pedig akkor még nem tudtam, csak utána néztem utána, hogy, hogy végül is uh, zöld zöldjelzést kapott a harmadik rész is, vagy hogy rábólintottak, hogy akkor megcsinálják. Úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy az, kell hozzá, hogy, hogy, így kerek egész legyen ez a történet. Lehet, hogy azért, mert ez is egy ilyen mesebeli hármas, hogy a trilógia tudja igazán kifejteni a történetet. Aztán majd meglátjuk, hogyha nagyon sikeres lesz, aztán ki tudja, hogy nem nyúlnak-e a többi könyvhöz is. Van még egy pár. Van még egy pár, igen, a, a Döni Vilniöv is azt nyilatkozta, hogy ő, ő kezdetül fogva igazából a Düne Messiásáig akar eljutni, tehát hogy az oh, ugye az első két könyv, mert az szól szorosan, szoros értelemben véve Paul Moadibb történetéről. A Messiás végén még nem hal meg ugyan Paul Moadibb, de már kikerül a cselekmény fő, fő fókuszából, és a következő generáció követjük utána a gyermekében, meg dűne császárában. szól, hogy ő ezt kezdetre fogva ebben gondolkodott, de hát nyilván Hollywoodról van szó, tehát csak akkor csinálnak meg egy másik részt, hogyha visszahozta az árát busásan és akkor azt mondják, hogy akkor megcsinálják a újabb és újabb részt. Én nagyon örülök neki, mert én az első rész után attól tartottam, hogy nem fogják megcsinálni a másodikat, mert ott is az volt, hogy egy héttel később jelentették csak hogy igen, jól teljesített a kasszáknál az első rész, és akkor megcsinálják a másodikat. Szóval hogy én, egy, én mindig ezen így izgulok, hogy jó, jó, tök jó lenne például eljutni egyszer a negyedik könyvig. de azt még például semmi megfilmesítése nincsen még. Szóval, hogy nem beszél az ötödikről, meg a hatodikról. Tehát ami aztán tényleg a mostani világhoz képest 5500 évvel később játszódnak, és ugyanúgy hatással vannak ezek az események arra a sok ezer évvel későbbi világra ja, én nagyon örülök, hogy megcsinálják. Még csak annyit szeretnék hozzátenni így a harmadik filmmel kapcsolatos várakozásaimhoz, az, hogy ez egyértelműen érződik nekem, hogy a trilógiából ez lesz a csúcspont, tehát egyértelmű, hogy akkor egy hatalmas háború jön, sokkal nagyobb, mint amiket ugye eddig láthattunk, nem egy bolygót fog felülelni, hanem több bolygót, és akár, akár naprendszereket, világokat, úgyhogy egy ilyen csúcspontot várok. Én pedig én azt várom, látva azt, hogy mifelé vitte a második rész utolsó fél óráját a, a rendező, én szerintem egy bukástörténet lesz. A könyvben nem, nem bukás történet, de szerintem ő ide fogja hangolni még hozzá Paul Muaddi bukását, ahogy egy hanvas fiatal fiúból eljutunk egy, egy vallást használó, ideológiákat használó, világokat kiírtó császár rá, aki az egésztől megcsümörlik, és, és kiszáll a történetből, mert nem bírja elviselni azt, amivé ő vált. Körülbelül ezt várom tőle, tehát hogy egy nagyon tragikus, szinte shakespeare magasságokba kerülő, ilyen tragikus hős történet lesz a végén, ezt várom tőle. Hát tulajdonképpen a vallás az, az, végig egy ilyen nagyon szürke zónás módon van bemutatva. Tehát nincs az kijelentve, hogy a vallás az egyértelműen jó lenne, vagy egyértelműen rossz. Igen, én is ezt gondolom, hogy a végére hogy a továbbiakban is ez, ez, ezt fogja csinálni, hogy ezzel fog foglalkozni, hogy, hogy ilyen szürke zónásnak mutassa be, és ez egy nagyon, sötét oldalát is megcsillantja, hogy akkor Polnak ez egy ilyen hát, negatív karakterfejlődése lesz. Én aminek nagyon örülök egyébként, hogy egyetem felfedezték ezt, a, ezt az egész univerzumot, mert én akkor csodálkoztam rá az egészre, én a, a, az első részt, amikor adták moziban, akkor elvittem az unokahúgomat, és mondtam neki, hogy elmegyünk megnézni a dűnét, mondta, hogy jó, Ö, és eljött velem, és ő, hát sok a fiatalabb nálam nyilván, és é, amikor így bementünk, akkor ő előtte így a neten elkezdte nézni, és mondta, hogy hát ebnek van egy, egy 84-es, vagy azt nem baj, hogy én azt nem láttam, mondom, nem, egyáltalán nem baj, ezt most így teljesen újra értelmezik a történetet. És ez volt az egyik, a másik az volt, amikor uh, én megnéztem a filmet, és engem is így nagyon megragadott az első rész, tehát hogy így a látványvilág is is, is hú, és, és én áradoztam róla az interneten, és egy jó pár ismerősöm, amiatt, hogy én ezt így, így nagyon dicsértem, elment megnézni a moziban, majd írtak nekem, hogy hát, de te nem mondtad, hogy ennek nincs vége, hogy ennek hol van a vége, <laughs> és akkor jöttem rá, hogy nem tudják, hogy ez egy könyv sorozat. Tehát, hogy nem ismerték a, a, a dűnét, és hogy ez, ez újdonság az embereknek. És még most is azt érzem sokszor, hogy ez ö, újdonságot ad nekik ez az egész univerzum, mert már nem annyira ismert, mint mondjuk régebben ismert volt ez a dűne világa, de most újra előveszik az emberek, és újra elkezdik olvasni. Olyan, mint amikor a gyűrűkúra jött a moziba, és akkor hirtelen mindenki egy gyűrűkúrát olvasni. Elővették Tolkien-t is, és, és újra ilyen reneszánszát élte. Én látok ebbe potenciált, hogy ez, ez így lesz, és esetleg ugyanúgy, ahogy a, a, a is lett aztán a hobbit, meg a, meg a sorozat, meg minden ilyen folytatása, hogyha ez eléggé, hát most pedig most ugye nagyon jól áll az IMDb-n, nem is tudom, hogy hát ilyen 8-9 körül áll, ugye a 10-ből a, a pontozás, most nem tudom már pontosan, mert nem néztem meg, de azt tudom, hogy a, a talán az, a legjobb 10 filmben benne van jelenleg, valami ilyesmi. Tehát, hogy az, az írtó jót jelent, mert az azt jelenti, hogy ennyire az embereket érdekli és hogy azt is kiemelték, hogy Magyarországon az egyik legjobban nyitó film volt azon a hétvégén, amikor adták, és ez, ez tök jó, hogy ennyi embert meghozgat, de, de talán egyébként az is benne van, hogy az utóbbi időkben nem volt ennyire nagy monumentális cifi film, és, a, és ez még egy pozitívum, hogy a cifire ráirányítja a figyelmet. És ennek nagyon örülök, mert mostanában tényleg így nem voltunk annyira így elárasztva sci-fi filmekkel. Főleg nem szoftal, mert azért ugye volt a, a, a Marsion, tehát a Mentő expedíció, azt hiszem az a magyar címet. Az sem most volt már. Mert... Az, az, nem, az nem annyira az. Persze, persze, csak hogy valahogy így van egy ilyen reneszánsz az egész sci-fi műfajnak, így a, így a filmek terén, és akkor eleinte inkább a Hard sci-fi irány volt, tehát a tudományosabb sci-fi irány volt. Ez pedig nem az, ez inkább inkább uh, szoft, és, és, inkább a vallás, inkább a hangulat, és egyébként azt tudom például a könyvről, hogy, a, hogy a, az ilyen leírás részek sem pontosak, hanem azok is inkább a hangulatot akarják megragadni, hogy milyen érzést kelt az emberben az, amit lát. És egyértelmű, hogy ez a film, ez abszolút követi mindkét film ezt, a vonal, ezt az irányvonalat, hogy, hogy rád az, amit, amit látsz, és érzéseket kell benned, és ezt abszolút teljesíti. Igen, az, ez kifeje egy kicsit olyan, hogy a streamingben erős, de a nagyvásznon, mint hogyha kicsit eltűnt volna, és a, a dűne az, az adhat egynek egy új felévelést, abszolút egyetértek. Egyébként a dűne világa mindig itt volt velünk, csak egy szűk réteg ismerte, mert van társas játék egyébként, mert vannak számítógépes játékok, volt sorozat is, a, a, ami a hár, harmadik könyv végéig jutott el, tehát a 2000-es évek elején csináltak az első kettőből, és utána a harmadik részből sorozatot, szóval mindig itt volt velünk, a játékokból is sok van, képregények is voltak, tehát hogy mindig, mindig, itt volt velünk, de nem tört be így a mainstreambe. De akkor így a műsor vége felé, akkor azt tudjuk mondani minden hallgatónknak, hogy, hogy ez egy baromi jó film, és ajánljuk a megint. <laughs> <laughs> igen, 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 És a hős útja az mindig egy ilyen kimeríthetetlen, tehát az, az tényleg egy szélesebb rétegnek fogyasztható történet ív. A hős útja, ez, ez mindig jól működik szerintem az embereknek, könnyen tudnak vele azonosulni. Mert mi magunk is szeretnénk hősök lenni? Szerintem mindannyian megvívjuk a hétköznapi csatáinkat, és, és igen, és a. a kis apró sikerek is sikerek, és, és, azoknak is örülünk, és ha meg tudjuk magunkat ugrani, az, az, már, egy, az már egy hős útja. Ezt szerintem, mindenki álmodozik egy kicsit néha Igen. arról, hogy mi lenne, hogyha róla kiderülne, hogy ő a, egy másik világ megmentője, is. és a, ugye a, 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 mesékben a, a, szegény legény, akiről kiderül, hogy ő a királynak a eltitkolt fia, vagy nem tudom. Tehát mindig vannak -e ilyen, ilyen történetek, amiben az ember szeretné, hogyha egyébként ő egy hős lehetne, is. ezekben átéljük, ebben megéljük az ilyen történetekben ezeket a vágyainkat, hogy hogy akkor most egy kicsit mi is olyan muaddibb vagyunk, amíg nézzük a filmet. És egyébként én azt szoktam mondani a filmeknél, hogy, hogy, az a jó film, én úgy tudtam megfogalmazni, hogy az a jó Star Wars, amik után kijövök, és Jedi akarok lenni, még legalább egy fél órán keresztül, vagy napokon keresztül, itt is az a jó, hogyha ahogy úgy, jövök ki, hogy én még muaddib akarok lenni még, még, egy darabig, mert, mert azt annyira érzem magamba ezt az erőt, szerintem ezt abszolút eléri a film. Kedves hallgatóink, legyetek ti is muaddibek. Köszönöm <laughs> szépen Kassa Magdénak, Francia Rékának, és köszönjük, hogy megtisztelő figyelmeteket. Egy biztos mi a következő Tudományos Fantasztikus Filmet kibeszélő podcasten is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Réka, Magdi, köszönöm szépen. Sziasztok! sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.